Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek és minden érdeklődőt. Ma is az Úr előtt fogunk megállni, imádkozunk, igét olvasunk. Most az elengedésről fogunk beszélni. Ez volt ugye a mai igénk, 5 Mózes 15, és hisszük, hogy az Úr ezen keresztül is szólni fog hozzánk, épülni fogunk Isten igéje által. Kedves testvérek, most a Mózes 5. könyvéből, a 15. részből az első és következő verset olvasom fel, amelyben az elengedésről van szó. A 7. esztendő az elengedésnek az ideje, vagyis hogy ezt műveld, ez pedig az elengedésnek módja. Minden kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott az ő fele barátjának. Ne hajtsa be az ő fele barátján és atyafián, mert elengedés hirdettetett az Úrért. Az idegenen hajtsd be, de amit a te atyád fiánál lesz, engedje el néki a te kezed. De nem is lesz közötted szegény, mert igen megállt téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld néked örökségül, hogy bírjad azt. De csak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván és teljesítvén mindazt a parancsolatot, amelyet én parancsolok néked. Mert az Úr, a te Istened megállt téged, amiképpen megmondotta néked, és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak. Ez nem is olyan könnyű dolog volt, ugye ez az elengedés, kölcsön kér valaki, és a 7. évben pedig el kellett engedni. Engem ez az egyetlen egy szó foglalkoztatott most az elengedéssel kapcsolatban. Ez az elengedés kérése a mi atyánkban is benne van. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Vagyis, hogy engedd el az adósságunkat, engedd el. Ezt kérjük a mi atyánkba. Ahogy mi elengedjük az embereknek az adósságát, hogy ugyanúgy az Úr is engedje el. És hogy ez egy tulajdonképpen egy szép és egy régi mózesi idézetre vezethető vissza szerintem ez a mondat, hogy elengedni. A bűnt is, amit elkövetünk másokkal kapcsolatban, hogy elengedni. Tehát Mózes még itt az anyagi dolgokra vonatkoztatta, Jézus pedig a bűnök elengedésére, tehát lelki értelmet adott ennek. Nagyon sok üzenete van a Mózes 5. könyvének, a gyülekezetünkben ezt olvassuk most már napok óta, és nagyon-nagyon megdöbbent az, hogy Mózes törvényében mindaz benne van, amire Jézus tanította az új szövetség népét, a lelki Izraelt, a választott nép törvénye szerint, és ez az egyik ilyen törvény az elengedés törvénye, amelyet én így fordítottam le a saját lelki nyelvemre, hogy a megszentelődés törvénye, vagyis a megszentelődést munkálta a szívben, ha megtörtént az elengedés, és hogy nagyon nagy szüksége volt a megszentelődésre Izrael népének, hiszen az a nép, amelyik Egyiptomból kijött, nagyon-nagyon nyakas
nép volt, öntörvényű nép volt, el is vesztek a pusztába, és azoknak a fiainak is szükségük volt az Isten törvényének a megtartására. Az előző részekben ezt olvassuk, itt a Mózes 5. könyvében, hogy gyomlált ki a gonoszt magatok közül, és itt konkrétan a bálványokról beszél, a kézzel csinált bálványokról, azokról a bálványokról, amiket imádtak, akár a nap, akár a hold, akár pedig a csillagok, ugye a pogány népek aranyból, fából, mindenből bálványt faragtak, és mindenfélét imádtak. Az ige ezt mondja, hogy gyomlált ki magad közül a gonoszt, a bálványokat, mindazt, ami Isten törvénye ellen szól, és nagyon nagy szüksége volt Izrael népének, hogy a gonoszt kigyomlálja a maga közül, és a hívő népnek is szüksége van arra, hogy újra és újra kigyomlálja a gonoszt, ami be akar férkőzni. A Pál apostol írja az ő levelében, hogy lesznek az utolsó időben az emberek pénzsóvárgók, ugye egy bálvány, magukat szerető, szintén bálványozzák önmagukat, kérlelhetetlenek, kegyetlenek. Az ember semmit sem változott, a pogány világ mindig is erről szólt, és itt az elengedés törvénye tulajdonképpen azt a megszentelődést munkálta, ami lelki, ami szellemi, ami fizikai és anyagi, és akik ezekben az Úrra hallgattak, azoknak az Úr azt megígérte, a lelki, szellemi és anyagi gazdagságot, és láthatjuk is ezt Isten választott népének az életében, amikor az Úrral járt, hogy mennyire fölötte volt szellemiekben, lelkiekben, fizikaiakban, anyagi dolgokban is, a körülötte élő pogány népeken. Minden hetedik év volt az elengedés esztendeje. Mit is kellett elengedni, és itt, ha az igét az első, második verstől figyeljük, ezt olvassuk a 15. rész második versébe, ez pedig az elengedés módja. Az Úr meghatározta, nem úgy, ahogy én gondolom, ahogy még nekem belefér az életembe, a gondolkozásomba. Az Úr pontosan meghatározza, hogy mi az elengedés módja. A kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsön adott az ő fele barátjának, ne hajtsa be az ő fele barátján, atyafián, mert az Úr hirdette az elengedést. És ugye nagyon valóban ott van, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk. Az Úr meghirdette a megbocsájtást. Jézus meghalt a Golgotai kereszten a bűneinkért, a tiédért is, meg az enyémért is. És mindenkié lehet a bűnbocsánat, mert Jézus azért halt meg, mert Isten a Krisztus tökéletes áldozatáért elengedte azok bűneit, akik ezt az áldozatot elfogadják és magukévá teszik, vagyis a feltámadott Jézust behívják a szívükbe. A kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott. Isten teremtette az embert, az ember elfordult tőle, a bűnei miatt megromlott, és az Úr mégis elengedte az ember bűnét, és nem hajtja be, és nem kell a kárhozatba jutni, hanem üdvösséget adott. Az az igazi, komoly Isten gyermeke, aki valóban az Úrért tud elengedni Isten igéje és parancsolatai szerint.
Azt mondja, hogy de amit a te atyád fiánál lesz ebbe a hetedik esztendőbe, engedj el néki a te kezed. És ugye itt a negyedik vers, majd az ígéretre is rátérünk, de azért még beszélgessünk arról, hogy itt nem csak testi dolgokról van szó, nem csak pénzről van szó, mert az Úr a lelki dolgokról is beszél. Nagyon sok ember van megsértve, jogosan vagy jogtalanul. Van, aki úgy érzi, hogy megsértették, a másik pedig nem akarta, de rosszul értette. De van olyan is, amikor valakit nagyon megbántanak, nagyon megfosztanak, kifosztanak, becsapnak, átvernek. És ugye ezt lehetne tovább sorolni, hogy Jézus pedig azt mondja, hogy engedd el, bocsásd meg. Én megbocsájtottam neked, te is, ahogyan én bocsájtottam meg, úgy bocsáss meg. Ez a nehezebb, ez a lelki dolgok megbocsájtása, ami velünk történt, de hogy Isten az ő törvényét azért adta, mert a lelkületét akarta Izrael népének megváltoztatni, és nem akarta, hogy a pogány lelkület legyen. Jézus azt mondja a Máté evangéliumában, hogy megmondatott a régieknek, szemet szemért, fogat fogért, kéket kékért, én pedig új parancsolatot adok néktek. Szeressétek azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek a veletek, akik titeket gyűlölnek. Mennyire más lelkület. Sokszor az ember feljogosítva érzi magát, hogy visszaadja a gonoszt, amit vele tettek. De az Úr azt mondja, hogy nem ez Isten törvénye. Istennek egyetlen törvénye van, ez pedig a szeretet törvénye, és itt az elengedés évében Isten szeretetét látjuk. Azok a férfiak, hívő zsidó férfiak, akik elszegényedtek önhibájukból, vagy pedig önhibájukon kívül, és kénytelenek voltak a saját testüket eladni azért, hogy életben maradjanak, és így lettek szolgákká, rabszolgákká a saját népük között. És az Úr azt mondta, hogy a hetedik esztendőbe el kell bocsájtani, és nem üresen kell elbocsájtani, hanem mindavval, amire szüksége van. És itt, ha elolvassuk a 15. részt, itt juhokról és mindenféle hasznos élethez szükséges dolgokról van szó. Milyen lelkület ural le bennünket, ha a Szent Lélek ural, akkor eltölti a szívünket Isten szeretete, és nem aszerint állunk az emberekhez, ami jár nekik, hanem aszerint, ami az Isten törvénye. Itt van egy ígéret is, hogyha ez a lelkületnek helyt ad Isten népe, és szabadon bocsátja, és elengedi a tartozását mindazoknak, akik közöttük eladósodtak, akkor azt mondja az Úr, hogy nem is lesz közötted szegény, a 15. rész 4. versébe olvassuk, mert igen, megáll téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül, hogy bírjad azt. Nagyon sokan vágynak a gazdagságra, a fizikai gazdagságra, úgy gondolják, hogy abban van a boldogság, de az Úr itt sokkal többet ígér, áldást ígér. Nem leszel szegény, és megáll téged. Ma nagyon sok lelkileg elszegényedett ember van, aki nem kap szeretetet, nem tanult meg szeretni, és nem is tud adni. Nagyon sok elmagányosodott ember van, aki csak önmagáért él, és a napi programja, hogy megette a reggeliét, bevette a gyógyszerét, vacsorázott-e, és hogy neki elhozták-e azt, ami jár.
nem ez az élet, akit az Úr megáld, az mindig tele van szeretettel. Az Úr csodálatos módon megmutatja, hogy mi is az, amit tennie kell, és az mindig öröm és áldás. Isten megállt téged, mondja az Úr, és az 5. versben ezt olvassuk, de csak úgy lesz ez, hogy te közted nem lesz szegény, és áldás leszel, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván, teljesítvén mindazt a parancsolatot, amit én parancsolok ma néked. Sokan vágyunk a békességes, szeretetteljes jó életre, hogy jól érezzük magunkat. Az Úr azt mondja, hogy ez lehetséges, meg is áldalak téged, ha hallgatsz az Úr igéjére, Isten szavára, és hogyha megteszed és megtartod, amit az Úr ma mond néked. Feltetted-e a kérdést magadnak, hogy ugyan bizony kinek is mit kell elengedni? Mi az, ami te tudsz adni másnak, és meg tudod vele gazdagítani? A 6. versben is erről olvasunk, hogy az Úr, a te Istened megáld téged, ahogy megmondotta, és te sok népnek ad zálogos kölcsön, te pedig nem kérsz kölcsön, és rajtad nem fognak uralkodni, míg más népeken fognak uralkodni. Szeretném megjegyezni, hogy de csak úgy leszel ez, ha hallgatsz az Úrnak. Itt ennek van egy mélyebb értelme, szerintem a héber nyelvben. Ezt így is lehet viszont, de csak úgy lesz ez, ha engedelmeskedsz az Úrnak. Igen. Saul is nem hallgatott az Úr, nem engedelmeskedett az Úrnak, és emberi dolgokat csinált. A hallgatás az egy kicsit könnyebbnek tűnik, hogy hát hallgatunk, de hogy engedelmesség. A hit próbája az engedelmesség, és hogy annak az életében nyilvánul meg az Úrnak az áldása, aki engedelmes is az Úrnak, cselekedetben, a mindennapi életében. Igen, és itt azt olvastuk, hogy hogyan is kell az elengedést tenni. Itt a 8. versben, a 15. rész 8. versében azt olvasjuk, hanem örömest nyisd meg a te kezedet, és örömest adj kölcsönt, amennyi elég az ő szükségletére, ami nélkül szűkölködik. Ez egy nagyon komoly útmutatás, hogy örömmel tedd. Várd a 7. esztendőt, hogy elengedhess, hogy adhass, hogy megnyisd a kezedet, hogy eleve észrevedd a szükségben lévőt, a szűkölködőt, és annyit adjál, ami az ő szükségére elegendő. Sokszor megállunk a piros lámpánál, és ott vannak, akik kérnek, adunk egy 200 forintos, megszoktuk, de vajon az mit fedez, az mire elég? És itt ugye elsősorban Isten népe között lévő szegényekről beszél az ige, hogy Pál is mondja, hogy elsősorban a hitünk cselédei. Ebben most nem akarok belemenni, mert ez egy külön téma lenne. És itt, hogy megjegyezzem azt, hogy nagyszerűbb gondolat, és ez az isteni parancsolat, hogy az Izrael fiai magukhoz vették azt, aki elszegényedett, mi pedig a koldus kalapjába dobunk 200 forintot. Tehát ez sokkal nagyobb dolog, ha még idézőjelbe téve rabszolga sorsnak tűnt is, de nem úgy bántak vele, mint rabszolgával, hanem a szegényt magukhoz vették, és hagyták, hogy fejlődjön meg. Végül nem üres szatyorral küldték el, hanem megkapta, ami
a jutalmat? A háború utáni idők jutnak eszembe, amikor is egy jó módú zsidó bácsi, kérdeztük, hogy merre járt, mondta, hogy adományt vitt a szegényeknek. Kérdeztem, hogy milyen szegényeknek, hát azt mondja, az árván maradottaknak, akiknek a szüleik oda maradtak a háborúba, és azt mondja, hát van miből adni, én szívesen adok. És akkor valaki mondta, hogy ugye a zsidó árvák árvaházban volt, azt mondta az idős bácsi, és nekem tágra nyíltak a szemeim, a zsidóknak nincsen árvaházuk, mert hogy azok magukhoz fogadják az egyedül maradottat a családba. Nem tudom, hogy ez a mai napig így van-e, nem, hiszen nem ott élek, de minden esetre a hívő emberek között is ennek így kellene lenni, ahogy mondtad is, hogy magukhoz vették az elszegényedettet, és amikor eljött az idő, mondjuk egy ilyen árván, félárván maradt gyerek felnőtt, akkor nem üresen bocsájtották el, hanem hogy továbbra is annyit, amennyit. Itt az elengedés esztendejében... Bocsánat, hogy megjegyzem azt, hogy tulajdonképpen nem csak lelkileg kell az emberek problémáit megoldani, hanem szociálisan igen. is. És ez egy gyönyörű példája, hogy ilyen módon lelki és szociális vonatkozásban adtak támogatást. Mert hogy az ember testből, lélekből és szellemből áll, és ha kenyered és ruházatod van, ha fedél van a fejed fölött, megelégedett lehetsz, de ha az nincs, akkor arról gondoskodni kell. És a nagy szív, a szerető szív, amelyik észreveszi, hogy a másiknak nincs. Igen, és még itt megjegyzem azt, hogy amikor pogányok keresztények lettek, és nem ebben a szellemben nevelkedtek, Jakab apostolnak sok baja volt velük, hogy odaül egy szegény, vagy mondott, hogy jöjj arrébb, mert én ilyen gyűrűs, meg nem meg tudom, hogy gazdag ember. Tehát a pogányoknak a gondolkodásában egészen más volt, és egy hosszú tanulás volt, mire ráhangolódtak arra, hogy befogadni és megosztani, ami ugye pünköskor meg is valósult még inkább. Lehet úgy is adni, hogy az ember morog magába, hogy már megint adni kell. Jaj, most megint jön ez a, és megint kérni fog. Azt mondja az Úr, a te szíved ne háborodjék meg. Meg kell ez a szív állapota, hogy el tudok engedni, vagy nem. Hogy nemes szívem van, és engedem, hogy a Szentlélek nemessé tegyen, vagy pogány hívő szívem van, ez egy nagyon rossz kifejezés, de nem tudok most hirtelen más, nem jutott az eszembe, hogy nem jó szívvel adok. Ugye a magyar nyelv olyan szépen ki is fejezi ezt, adok, mert úgy illik, adok, mert az ígében tudom, hogy ezt kell tenni, mert Jézus is ezt mondta, de nem békességgel, nem örömmel, ahogy olvastuk, hogy örömes, nyisd meg a te kezedet, és örömest adj. Itt van aztán a Jézus szava, Cselekedetek könyvében, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Igen. És akkor itt is Jézus szavával fejezném be a 11. versbe, így hangzik a 15. rész 11. verse, mert a szegény nem fogy ki a földről, ezért az én parancsom néked mondván, örömes nyisd meg kezedet a szűköltködő és szegény atyád fiának a te földeden. Jézus azt mondta, szegények mindig lesznek köztetek. Tulajdonképpen a Mózes könyvéből idézhette az Úr, hiszen Jézus betöltötte az ígét és annak minden parancsolatát, és az emberek elé úgy tárta, hogy a kemény szívűek is megértsék. Az Úr ezt parancsolta, hogy örömest nyisd meg, mert lesz szűkölködő. És az Úr azért engedi meg a szűkölködő és szegény atyafiakat,
hogy legyen, akivel törődjünk. Ne felejtsük el, hogy az Úr ma az elengedés esztendejéről beszélt velünk. Ebben a nehéz korban, amiben élünk, rengetegen vesznek bennünket körül, akiknek szükségük van arra, hogy örömest adjunk a Krisztus békességéből, szeretetéből, anyagi, lelki, fizikai áldásaiból.